Halk, kényelmes és környezetbarát elektromos autóbuszok állnak csütörtöktől a székesfehérvári közösségi közlekedés szolgálatába. A Volánbusz telepein szerdán mutatták be az első két buszt és a teljes 12 járműből álló flottához kialakított töltőket. A fejlesztés a Humda ZRT által koordinált zöld buszprogram keretében valósult meg, amelynek során a városban gyártott elektromos Ikarusz autóbuszok szolgálják majd a helyi közösségi közlekedést. Összesen 12 darab buszt fogunk szolgálatba állítani, a összértéke 1,76 milliárd forint, említett zöld buszprogramból finanszírozzuk a 75%-át. Érzelem és hagyomány összekapcsolódik, hiszen Székesfehérváron helyben gyártott Ikarusz buszokat adunk át, melyek mostantól a környezetbarát közlekedést szolgálják. Ezt már Cserpalkovics András polgármester mondta köszöntőjében, aki egyben köszönetét fejezte ki a beruházásban résztvevő partnereknek. Nagyon-nagyon kevés olyan családot találunk ebben a városban, akinek valamilyen kapcsolata ne lett volna az Ikarusszal. Vagy munkavállalóként, vagy pedig Ikarusz buszt használó emberként. És örülök és köszönöm azoknak, akik hittek abban, hogy a jelenben és a jövőben is tudunk még így gyártott Ikarusz buszokat a fehérvári közösségi közlekedésbe forgalomba állítani. Az Ikarusz több évtizedes busztervezői gyártói tapasztalatára építve fejlesztette és gyártja az elektromos meghajtással működő városi autóbuszát. A környezetbarát, gazdaságos, alacsony üzemeltetési költségű 12 méter hosszú elektromos buszok alacsony padlós kialakításúak, 86 fő szállítására alkalmasak, egy töltéssel akár 3-400 kilométert is meg tudnak tenni. A vállalat ma már kizárólag elektromos buszokat gyárt és fejleszt belföldre és külföldre egyaránt. Magyarországon belül is több helyen már üzembe van állítva, Pest-Lőrincen működnek már több mint 3 hónapja buszaink, Kaposváron működnek, de amire szintén legalább ennyire büszke vagyok, hogy a legfejlettebb piacon Németországban is több városban már beállították a közlekedésbe. A további 10 elektromos autóbusz több ütemben szeptember végéig áll forgalomba. Az első két zöld busszal csütörtöktől már találkozhatnak a helyi közlekedésben a székesfehérváriak, a 43-as, 44-es járatútvonalán járnak majd.